Köszöntöm Önöket, ez a Pannon Televízió híradója, Király Noémi vagyok. Július 17-e van, Endre és Elek névnapja. 133 éve született Füst Milán, Kossuth díjas író, költő, esztéta, a magyar szabad vers megteremtője. Az első nemzetközi űrállomás pedig 46 éve jött létre. Műsorunk elején érkezzenek a nap kiemelt hírei, először csak röviden. Hatalmas a torlódás a magyar-szerb határokon. 7 új légkondicionálóval gazdagodott a Szabadkai Közkórház. Hatalmas pusztítást hagytak maguk után a Németországot sújtó áradások. Ma kezdődik a Palicsi Filmfesztivál. Hatalmas a torlódás a magyar-szerb határszakaszon. Ezúttal sem múlt el több órás várakozás nélkül a hétvége azoknak, akik Szerbiába utaztak. Péntek estétől szombat reggelig 12 óra leforgása alatt 5500 személygépjármű és mintegy 20 ezer utas lépett be az országba. Több órás várakozással telt azok délelőttje, akik a Röszke-Horgos autópálya határátkelő helyet választották Szerbia irányába. A szerb rendőrök a Szerbiába belépő oldalon minden kaput megnyitottak, továbbá a kilépő oldalon is 2 sort nyitottak a belépők számára a gyorsabb haladás érdekében. A személygépkocsiknak több órát kell várakozniuk, főként a szabadságukra Nyugat-Európából hazatérő vendégmunkások és a nyaralni indulók miatt. Csakali szó neki pecati. Puno baš. A šta da radimo? Odmori su. Škola završena. Moramo i to da prihvatimo. Ne možemo ništa mi tu da promenimo. U suštini dobro je. Stići ćemo. Tamo gde smo pošli. A budapesti Eszenyi József havonta utazik Szerbiába. Előzetesen nem tájékozódott az aktuális határhelyzetről. Elmondása szerint mindig több órás várakozást követően jut át a határon. Mi csak ide jövünk Szabadkáig, de a túloldalon több mint 3 óra hosszabb volt a várakozás. Miért pont ezt a határátkelőt választották? Mert mindegyiken ugyanennyit kell várni. A közúti határátkelőkön sem jobb a helyzet, hasonló várakozási időkkel kell számolni a Röszke-Horgos és a Tompa-Kelebi a közúti átkelőknél is. Indulás előtt mindenképpen érdemes tájékozódni az aktuális határhelyzetről, aki pedig teheti, válassza a kisebb, kevésbé forgalmas határátkelőket. Sürgősen el kellene kezdeni az egészségügyi dolgozók és a kockázatos csoportba tartozók koronavírussal szembeni kötelező oltását. Erről írt Facebook bejegyzésében dr. Predrag Kon. Az ismert járványügyi szakember, a szerbiai válságstáb tagja úgy fogalmaz, hogy akár már 3 hét múlva újra 4 számjegyű lehet a fertőzöttek napi száma, a kórházak pedig már 7 nap múlva ismét megtelhetnek koronavírusos betegekkel. Kiemelte, hogy az egyetlen dolog, ami megakadályozhatja azt, hogy az élet visszatérjen a normális kerékvágásba, az a koronavírus delta variánsa. 166 új koronavírusos esetet regisztráltak Szerbiában, és 2 beteg hunyt el a COVID-19 betegség következtében az elmúlt 24 órában. Kórházban 301 pácienst kezelnek koronavírus fertőzéssel, közülük 6-an vannak lélegeztetőgépen. Alexander Vučić felveszi a 3. adag koronavírus elleni védőoltást is, mégpedig a kínait. Ezt jelentette be a szerb államfő. Úgy gondolja, az egészségügyi szakemberek olyan döntést hoznak majd, miszerint 6 hónappal a 2. vakcina beadását követően a beoltottaknak ajánlott felvenni a 3. adagot. Vučić kiemelte, arra vár, hogy mit tanácsolnak. Ugyanannak a gyártónak a védőoltását vegyük fel, vagy egy másikét. Amennyiben ilyen javaslat nem születik, akkor ő a 3. ismét a kínai vakcinát fogja választani, fogalmazott a szerb elnök. Akik fél évvel ezelőtt kapták meg a 2. oltást, már nem annyira ellenállóak a koronavírussal szemben, könnyebben megfertőződnek, megbetegszenek, és ezért szükséges az újabb oltás, mondta. Megerősítette, hogy a 3. Covid kórház szeptember 1-én nyílik meg Újvidéken. Sajnos akkor már szükség is lesz rá, tette hozzá Vučić.
Idei csúcson a dinár hétfőn 117,558 ezred dinárért vehetünk 1 eurót, jelenti a Szerb Nemzeti Bank. Ez lesz a dinár legmagasabb értéke az euróval szemben az idén. Az euró-dinár árfolyam továbbra sem változik, ugyanaz lesz, mint eddig. Ebben az évben a dinár január 11-én volt a leggyengébb, amikor is 1 euróért 117,592 ezred dinárt fizettek. 7 új légkondicionálóval gazdagodott a Szabadkai Közkórház. A jótékonysági akcióban több szabadkai cég is közreműködött, köztük az Elektricsár 024 csapata is, akik azok felszerelése mellett 21 már meglévő klímaberendezést ingyenesen ki is tisztítottak. Az Elektricsár 024 csapata már több jótékonysági akcióban is részt vett. Nemrégiben egy belgrádi általános iskolának ajándékoztak 2 klímaberendezést, és segített azok felszerelésében, ahová sajátos nevelési igényű gyermekek járnak. A Szabadkai Közkórháznak most 2 klímaberendezést ajándékoztak. Állandóan vannak ilyen akcióink, tehát most jelenleg, ami minket illet, vár egy óvoda, a Prózivka, ugye a Prózivka, ami található, ottan a szülők összegyűjtöttek egy klímaberendezésre a pénzt, megint a mi cégünk fogja állni a betelepítését, sőt a mi cégünk föl is ajánlotta, hogy beszerzési állon adja nekik a klímaberendezést. A jövőben még meglássuk, kinek hogy kell a segítség, tehát mink itt vagyunk. Az Elektricsár 024 mellett még egy szabadkai és egy belgrádi cég is 2-2 klímaberendezést ajándékozott a Szabadkai Közkórháznak. A jótékonysági akcióról hallva a rehabilitációs központ egyik páciense is adományozott egyet, így a Szabadkai Közkórház rehabilitációs központja 4, a gyermekosztály pedig 3 új klímaberendezéssel gazdagodott. Ja se zahvaljujem donatorima. Vidim da su naglaseni, znači prvenstveno ekipi firme Električar 024, ali još za ambulantni deo službe za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju je i naš pacijent Alex Tot donirao jednu klimu koja će biti ugrađena. A doktornő hozzátette, a berendezések megkönnyítik majd a dolgozók és a páciensek életét is, hiszen a rehabilitációs központban nyáron 30 fok meleg is volt. Svi smo svesni uslova u kojima radimo s obzirom na klimatske promene koje su nastale, tako da je ovo velika stvar najviše za pacijente koji tu borave 24 sata, da im omogućemo da se osjećaju što prijatnije i što bolje u našim uslovima. A segédigazgató kiemelte, biztos abban, hogy lesz még folytatása ennek a jótékonysági akciónak, hiszen a segítség mindig elkél. Fennállásának első évét ünnepli júliusban a Vajdasági Jótékonysági Licit Facebook csoport. Az oldal a bajmoki Pál Gajódi Olivér SMA egyben szenvedő kisfiú gyógykezelésére gyűjtött először pénzt. Olivér génterápiájára sikeresen összegyűlt az összeg. A Vajdasági Jótékonysági Licit azóta sem változtatott célján. Licitálással segít a súlyos betegségben szenvedőkön. Gajdos Bajus Zolna, a csoport megalapítója, a Pannon Rádió Presszó műsorában elmondta, hogy július 20 26-án a csoport születésnapján a licitálók között kisorsolják a főnyereményt, egy ingyenes hétvégét a Tarán. Születésnapi akciónk elindult 13-án, és egy hihetetlen akcióval készültünk. Továbbra is várjuk a cégek, illetve magánszemélyek felajánlásait, hogy bírjunk nyereményeket adni a résztvevőknek. Napi szinten kisorsolunk 5 nyereményt. Voltak itt már torták, muffinok, fürdőruha, gyerekjátékok, amiket kaptunk ugye a jószándékú emberektől. És minden nap licitet kell indítani, minden nap megvan, hogy kinek, vagy pedig azok a napok, amikor mindenkinek. Próbálunk arra is odafigyelni, hogy mindenkit megismerjenek az emberek, mert ugye változott a csoportnak az egy személynek, Olivérnek gyűjtőkből, a 14 személy van most, aki támogatni lehet. Szerbiában 15 ezer hektáron folyik organikus termelés, ami a megművelhető földterületnek alig a 0,4%-a. Továbbra is messze vagyunk az európai átlagtól, ahol a földterület 5-6%-án termelnek egészséges élelmet. A Lukácsfalvi Balanyi Sándor egyike azoknak, aki kitart a vegyszermentes kertészet mellett.
40 fokos hőségben zajlik a kertészáru betakarítása Bánátban. Június 20-a és augusztus 15-e között van a legtöbb munka. A fólia sátorban már nem is merjük mérni a hőmérsékletet, de azért a kinti hőmérséklet az ott van 39 fok. Na, mai nap egy kicsit csökkent, egy pár fokkal, 4-5 fokkal, de hát ez is egy komoly nyári időjárás, ahol meg lehet izzadni, és hát egyszerűen így fogadjuk el, amilyen időjárást kapunk, azt elfogadjuk. Ahogy a járvány megbolygatta mindennapjainkat, úgy a kertészetben is változásokat okozott. Tavaly a bezártság megkönnyítette az áru értékesítését, most viszont holtszezon van. A fogyasztók is javarésze elment nyaralni, úgyhogy észre lehet venni eztet is. Példának fölhoznám a paradicsomot. Fölmértik, hogy ugyanúgy termett a paradicsom, mint tavaly, de nem tudjuk mindet értékesíteni ilyen alakba, ilyen friss alakba, hanem már elkezdtük a befőzését. Közép-Bánátban 14 évvel ezelőtt valóságos mozgalom indult az organikus termelés népszerűsítésére. A lelkesedés azóta jócskán alább hagyott. Akkor voltunk egy 30 termelő, és abból, hát mondhatom, hogy 4-5-en maradtunk. Avval, hogy az utóbbi 4 évben egy termelő abba hagyta a biotermelést, és egy termelő új csatlakozott. Szóval valójában akkor a szám az marad, az a kemény 5, itt ebbe a nagybecskereki községbe, de nagyobb változások nincsenek, és úgy gondolom, hogy nem is várható. Balanyék jelenleg 2,5 hektárnyi területen termelnek. A nehézségek ellenére ezt a területet szeretnék megkétszerezni a következő évben. Hatalmas pusztítást hagytak maguk után a Németországot sújtó áradások. A becslések szerint legalább 133 ember halt meg. Az éjszaka folyamán az ország nyugati részén lévő Ruhr folyó gátja is átszakadt, a mentők pedig mintegy 700 embert telepítettek ki. A Welt című német újság arról számolt be, hogy a Németország nyugati részén fekvő Észak-Rajna-Vesztfália szövetségi államban a Heinsberg körzetben található Ruhr folyó gátja az éjszaka folyamán megrepett, és a mentők mintegy 700 embert menekítettek ki. A vízszint szombat reggel stagnált, de a helyzet továbbra is feszült, írja a Welt. Nyugat-Németországban és Belgiumban a katasztrofális áradások áldozatainak száma szombat reggelig több mint 150-re nőtt, jelentették be a helyi hatóságok, míg a sürgősségi szolgálatok folytatják az eltűntek felkutatását, számol be a Guardian. Frank-Walter Steinmeier német elnök elmondta, megdöbbentette az áradások okozta pusztítások mértéke, és támogatást ígért az áldozatok családjainak, de a jelentős károkat szenvedett városoknak is. A Rajna-vidék Pfalz német tartományban a szombat reggeli összesítések szerint 93 ember vesztette életét, a szomszédos Észak-Rajna-Vesztfáliában pedig 43 áldozat van. Csak az utóbb említett német tartományban 19 ezer ember vesz részt a mentésben. Noha az Európai Árvízvédelmi Szolgálat a múlt hét elején figyelmeztetéseket adott ki, a szakértők arra keresik a választ, miért lett ennyire magas az áldozatok száma. Németországon és Belgiumon kívül Hollandiát és Svájcot is nagy áradások sújtották. Belgiumban péntek délutánig 23 halálos áldozatról tudtak. Belgiumban összesen 120 településen okozott károkat a napokon át tartó esőzés és áradások. 20 embert továbbra is eltűntként tartanak nyilván. Az áradások a Bernd nevű ciklonra vezethetők vissza, amely meleg és nedves levegőt szállított a térségbe, és sok helyütt napokig tartó esőzést okozott. Anna Brnabić szerb kormányfő mély együttérzését fejezte ki azoknak a családoknak, akik elvesztették szeretteiket a németországi, belga, holland és luxemburgi áradásokban. Mélységesen megrendítő az emberéletek elvesztése és az áradások által okozott anyagi károk, írta Brnabić a Twitteren. A miniszterelnök arra is rámutatott, hogy Szerbia kész segíteni. Nézzük, mivel foglalkozunk még a híradóban.
Megtartották a 6. Szent Tamási traktor találkozót. Élő terepi műsorral zárta az évadot a Fit Zóna. Elhunyt Milan Živadinovic, a volt labdarúgó és edző 77 éves volt. Živadinovic 1944. december 15-én született Belgrádban. Karrierje alatt számos klub mezét viselte. Játszott a Crvena Zvezdában, a Cselék, a Vardár és az Užicei Sloboda csapatában. Edzőként vezette Újvidék csapatát, a Szabadkai Spartakot, a Crvena Zvezda utánpótlás csapatát, a Rádot, a Niksicsi Szutyeszkát, a török Szakaria csapatát, a podgoricai Budućnostot, a Nisi Rádnicskit, Pristinát. Dolgozott Kuvaitban, majd visszatért az UFK Beográdhoz és a Budućnosthoz. A Crvena Zvezda szakmai stábjának vezetője volt, mikor megnyerték a Jugoszlávia kupát 1993-ban. Edzőként dolgozott még a ciprusi Apollon csapatnál, az iraki válogatottnál, Teheránban és Kínában is. Ma 21 órakor kezdődik a Palicsi Filmfesztivál. A tervek szerint az ünnepélyes megnyitó a szabadtéri színpadon, rossz idő esetén viszont a Vigadóban lesz. A főversenyprogram is a szabadtéri színpadon zajlik majd, csapadékos estéken azonban a vetítéseket a Szabadkai Eurocinemában tartják meg. A ma esti nyitófilm a Kevin MacDonald rendezésében Jodie Foster főszereplésével készült a Mauritániai című alkotás lesz. A főversenyprogramra a belépőjegy 300 dinárba kerül két filmre. Az első vetítés 21 órakor kezdődik, a második pedig 23 órakor. A filmeket másnap az Eurocinemában is ismétlik, 12 és 14 órától. Ott a belépőjegy a két filmre 200 dinár. A másik versenyjellegű program a Párhuzamok és ütközések, amelyet a Palicsi Abbázia moziban lehet kísérni 17 és 19 órától. A jegyár két filmre 200 dinár. Véget ért az űrkaland elnevezésű csillagászati gyermektábor Szabadkán a Vajdasági Magyar Képző, Kutató és Kulturális Központban. A 6-tól 10 éves korosztály résztvevői különböző előadásokon és játékos foglalkozásokon keresztül nyerhettek betekintést a csillagok, valamint az univerzum rejtelmeibe. Mintegy 100 résztvevő követte végig a 6 napos ismeretterjesztő tábor foglalkozásait, ahol a Földön kívüliekről, a világegyetemről és a naprendszerről tanultak. A napokról nagyon sokat tanultam. Például a bolygókról, hol mi hány fokos, hogy keringenek a nap körül a bolygók, milyen sorrendben vannak. A tábor zárónapján is sok színes program és foglalkozás várta a kicsiket. Egyik ilyen volt az űrlények és csillagok témájában történő festés. Választatnak, hogy akár ők, mint űrutazók, hogyan élnék meg, vagy hogyan látnák az űrt, vagy pedig, hogy ha már hallottak ugye a holdra szállásról például, hogy az hogyan nézhetett ki, és akkor például van, aki úgy választotta a témát, hogy ő egy asztronauta, és hogyan látja az űrhajóból a világűrt. A Földön kívüliekről is hallhattak előadást a kis résztvevők, a tábort pedig jelmezes záróbulival és koncerttel zárták. Javában zajlik az első interkulturális tábor Zentán. A péntektől vasárnapig tartó táborba a 7 és 16 éves gyerekek különböző kézműves alkotó tevékenységeket ismerhetnek meg és próbálhatnak ki. Többek között a göröncsér munka és a dekupázs rejtelmeibe is betekintést nyerhetnek, de a szövést, fonást és nemezelést is kipróbálhatják. Mindemellett könnyű zenei koncertek is várják az érdeklődőket. A gyerekprogram azzal folytatódik, hogy a kiállítást megcsináljuk az alkotott munkákból az alkotóházba, majd egy ebéddel az alkotókat megjutalmazzuk, és utána pedig jönnek a délutáni programok, ami megint csak egy elég sűrű kis fölnőtt és gyerekprogram, ugyanis Szigetitni Andrea itt lesz, Kexborha Színház, Erdei Színházunk is lesz, Longinus itt van este felé, és utána pedig átmegyünk egy kisebb minikoncertbe, úgymond az alkotóház. Flashpoint akusztik fog zenélni nekünk, és zárjuk egy tábortűzzel az eseményeket. Megtartották a 6. Szent Tamási traktor találkozót. Az érdeklődőket mini mezőgazdasági kiállítás, traktoros ügyességi vetélkedők, gyermekprogramok, bableves főzőverseny és egyéb programok várták.
A találkozó hagyományosan a traktorok felvonulásával indult. Régi és új, kicsi és nagy gépek robogtak körbe Szent Tamás utcáin. A traktor találkozón már évek óta, 3-4 éve részt veszek. Hát vezetni meg már nagyon rég vezetek, mivel hogy ebben nőttem föl, ez nem... Hogy mondjam, hogy ez a, nekünk ez olyan mindennapi, mint másnak a bicikli hajtás, hogy ugye traktor, és akkor abba ülünk bele sokszor, ugye ebben foglalkoznak otthon, és akkor ez nekünk mindennapos. Idén közel 100 traktoros jelentkezett be Szent Tamásról és környékéről. Ez jó alkalom számukra, hogy egy kicsit találkozzanak, tapasztalatot cseréljenek. Évközben eléggé, tehát a szezonokban dolgoznak az emberek, tehát állandóan a határban vannak, állandóan dolgoznak, és azért szerettük volna megszerezni egy rendezvényt, ahol kicsit ki tudnak kapcsolódni, aki szeretne, tudna versenyezni, szép nyereményeket tudnak nyerni, aki a legjobb traktorista lesz. Tehát a legfőbb oka az egész rendezésnek ez. A találkozón a kiállított traktorok és mezőgépek jelentős részét tartományi, köztársasági, valamint a Prosperitáti Alapítvány támogatásaiból vásárolták meg. Komoly fejlődés érezhető a mezőgazdaságban, a géppark, a vajdasági mezőgazdasági géppark lassan megújul, és nyilván ez azt mutatja, hogy a vajdasági mezőgazdaság még erősebb, még hatékonyabb tud lenni az elkövetkező időszakban. Ha megnézzük csak ma itt ezeket a gépeket és a beszolgáltatókat, ugye ez egy nagyon komoly eredmény. A találkozón bableves főzőversenyt is tartottak, de a gyerekeknek is készültek különféle programokkal. Családi napot tartottak Óbecsén. Kézműves programokkal, főzőversennyel és kirakodóvásárral várták az érdeklődőket. A rendezvényt a helyi Súlyom Hagyományőrző Egyesület hívta életre. Gyermekeknek szervezett kézműves foglalkozások, lovaglás és főzőverseny. Ez jellemezte az egynapos családi napot, amit a Sólyom Hagyományőrző Egyesület szervezett szombaton. Mind a mellett, hogy a kicsik a régi játékszereket is kipróbálhatták, nem maradt el a gyöngyfűzés, az agyagozás, sőt a rovás írás sem. Azért tetszik nekem az agyagozás, mert kipróbálhatok itt új dolgokat. Ez egy ősi technika, amit használunk, nem kell hozzá fazekas korong, így egyszerre több gyerek is tud dolgozni, kézzel munkáljuk meg az agyagot, készítünk medálokat, úgynevezett marokedényeket, illetve felrakásos edényeket is, és különféle pecsétnyomokkal mintázzuk őket. Míg a gyermekek a kézműves műhely munkák keretében ügyeskedtek, a felnőttek már a bográcsba valót készítették. Főzünk hagyományos módon gulást, most vagdossuk a hagymát, gyerekek is itt vannak, mindenki nagyon szép. A családi napot első alkalommal szervezte meg a Sólyom Hagyományőrző Egyesület. A családi napnak a szervezésébe azért kezdtünk bele, mivel egyre fogynak vidékünkön a gyerekek, nagyon sokan elköltöztek, hogy egy kicsikét serkentjük a családokat az itt maradásra is, a szórakozásra is. A programokat egész napos kézműves kirakodóvásár kíséri. Szerbiában a hétvégén narancssárga riasztás van érvényben. Heves esőzésekre, zivatarokra figyelmeztet a Köztársasági Hidrometeorológiai Intézet. Helyenként rövid idő alatt nagy mennyiségű csapadék hullhat, néhol jégeső és viharos széllökések kíséretében. A csapadékos idő a jövő hét elejéig kitart. A legalacsonyabb hőmérsékletek azonban nem esnek 19 fok alá, a legmelegebb órákban pedig akár 31 fokot is mérhetünk. Élő terepi műsorral zárta az évadot a Fitzóna. A Pannonrádió és Televízió életmódváltó magazinjának készítői a szabadkai sétaerdőben a kosárlabda pályánál várták az érdeklődőket. A Pannonrádió nyári turnéjának negyedik állomáshelye volt szombat délután a szabadkai sétaerdő, ahol a Fitzóna évadzáró műsorát kísérhették figyelemmel a rádió hallgatók, illetve azok, akik eljöttek ide sétaerdőbe. Sok minden látnivaló volt, többek között Aqua Fitness bemutató, illetve zumba is.
Dubák Evelin táplálkozástudományi szakember volt az élő rádióműsor egyik vendége. Elmondta, hogy a helyes életmód 30%-ban a rendszeres sportolástól, 70%-ban pedig az étkezésünktől függ. Naponta legalább 4-5-ször étkezzünk, tehát ne legyenek hatalmas kihagyások. Reggelizzünk, ébredés után 10 óra ízunk, ebédeljünk, uzsonnázunk, vacsorázunk, mérsékeljük a vöröshúsok fogyasztását, valamilyen szinten ugye mind gyulladásfaktorok, viszont növeljük a zöldség, gyümölcs és olajos magvak, hüvelyesek fogyasztását. Óriási sikert arattak a csantavéri Akafight Fitness nevű, részben önvédelmi sportággal foglalkozó gyerkőcök. Lengyel Vivien szerint minden edzésük bemelegítéssel kezdődik, és nagyon sok gyakorlatot tanulnak. Itt nagyon jó ugrálni is, meg nagyon sokat tanulunk. Mit tanultok általában? Hát ilyen ütéseket, meg rúgásokat. És ezzel meg tudod védeni magad, ha valaki megtámad? Igen. 5,5-től 11 éves korosztályt edz Göcő Gyöngyi, Akafight Fitness edző Csantavéren. Szabadkán pedig felnőtt csoportja is van. Kardióval kombinált önvédelmi rúgásokat mutattak be az élő rádióműsor összes ereglet nézőinek. Az akának az alapja az a karate, csak hogy ne legyen ugye a klasszikus karate mozdulatok, ezért aerobikkal, fitnesszel kombináljuk, táncmozdulatokkal, és így bulisabb a hangulat. Osztoics Melitta 20 éve testnevelő tanár, zumba fitness oktatóként pedig 10 éve dolgozik. Azt mondta, főleg a csípő körüli testrészeket mozgatja meg, buliszerű a hangulat, az egész test dolgozik, és egy órás edzés alatt 600-700 kalória is elégethető. Zumba fitness, ez egy latino irányzatú zenékből összeálló edzésprogram, ami összekapcsolja az aerobik lépéseket és a latino zene tánc lépéseit. A Fit Zóna a Pannon televízióban az első, a rádióban már a második évadját zárta. Kókai Mónika a műsor szerkesztője elégedett az elért eredményekkel. Arra vagyok a legbüszkém, hogy nagyon sok mozgásformát be tudtunk mutatni a nézőknek, a hallgatóknak, és bárkihez mentünk, szívesen fogadtak bennünket, és úgy érzem, hogy ezáltal, hogy a Fit Zóna megindult a rádióban 2019-ben és 2020-ban a televízióban, hogy egyre többen kezdtek el sportolni, és ez jó hír a számunkra. Az élő rádió műsorban részt vettek az életmódváltók és azok edzői, valamint a rendkívül egészséges, tápláléknak is számító ital, a smoothie egyik receptjével is megismerkedhettek a hallgatók és a jelenlévők. Több országból közel 200 versenyző érkezett a zentai 9. nemzetközi Tiszavirág regattára, ahol több korcsoportban összesen 26 futamban versenyeztek a kajakosok. Fiatal és tehetséges versenyzők mérték össze tudásukat a regatta keretén belül. Gerek Katalin 9 éve aktív versenyző, aki a zentai Tiszavirág kajakklub színeiben állt rajthoz. Indulok junior 1-esbe, kadett 1-esbe és kadett párosba. Remélem, hogy 1-esbe sikerül a dobogóra állnom, főleg, hogy nem vagyunk olyan nagyon sokan. Kadettba meg igazából nem feltétlenül muszáj dobogóra fölállni, azzal is megelégszek, hogyha jól megy az a páros. Zentán 9. alkalommal szervezték meg a nemzetközi Tiszavirág regattát, ahol korosztályos felosztásban zajlottak a versenyek. Immáron ez 11. lenne, de kétszer el kellett, hogy halasszuk. Minikajaktól, 7 éves korosztálytól egészen a szenior korosztályig részt vesznek a versenyzőink. Múlt héten Kanizsán, most Zentán, azaz hazai pályán is vízre szálltak a Tiszavirág Kajakklub Zenta versenyzői, és ahogyan fogalmaztak, végre saját közönségük előtt is megmutathatták rátermettségüket és tehetségüket. Nemzetközi regatta lévén több országból érkeztek csapatok a versenyre. Körülbelül 10-11 egyesület szokott itt megjelenni évente, hát sajnos ez az egész covidos szituáció egy kicsit a tavalyi évet kihúzta, de idén 10 egyesület jelent meg, Magyarországról is jöttek versenyzők, és körülbelül 170 versenyzők van a mai nap, aki rajthoz áll. Az 500 méteres távon zajló versenyek a kora délutáni órákban fejeződtek be. A tervek szerint jövőre újra várja majd a versenyzőket a már hagyományossá vált nemzetközi Tiszavirág regatta.
Megvan az első pozitív koronavírus teszt az olimpiai faluban, közölték szombaton a tokiói ötkarikás játékok rendezői. A szervezőbizottság vezetője megerősítette, a tesztet pénteken végezték el. A fertőzött személy kilétéről, valamint nemzetiségéről egyelőre nincsenek információk, ahogy arról sem, hogy az illető felvette a koronavírus elleni védőoltást. A szervezőbizottság vezetője hozzátette, az érintett személyt 14 napra karanténba helyezték, és minden szükséges biztonsági lépést megtettek a fertőzés tovább terjedésének megakadályozására. Eddig tartott a híradó, lássuk, melyek voltak a nap kiemelt hírei címszavakban. Hatalmas a torlódás a magyar-szerb határokon. 7 új légkondicionálóval gazdagodott a Szabadkai Közkórház. Hatalmas pusztítást hagytak maguk után a Németországot sújtó áradások. Ma kezdődik a Palicsi Filmfesztivál. Köszönjük, hogy velünk tartottak. Ha még több hírre kíváncsiak, keressék fel honlapunkat a pannonrtv.com-ot, ahol riportjainkat, műsorainkat is visszanézhetik. Ha tehetik, tartsanak velünk a továbbiakban is. Szép estét, viszontlátásra!